képviselő úr, milyen fejlesztések történtek mostanában a körzetében? Hát aminek most nagyon örülök, az az a Rézvirág utca, ami egy évtizedes probléma, és sikerült megoldást találni rá. Mégpedig azzal, hogy elég információt, elég tudást hoztunk össze egy helyre, hogy a lakókkal, az alpolgármester úrral, a műszaki osztállyal együtt minden tévedést például, ami eddig információ hiány például, ami eddig akadályozta, hogy elkészüljön az az utca. Többek között az például, hogy volt egy tervrajz, ami rossz adat volt, és az volt felírva, hogy nem elég széles. Kimentünk, megmértük, kiderült, hogy elég széles. Volt, aki még azt hitte, hogy van olyan kertvég, amiből még nem adtak le, hogy elférjen a járda. Kiderült, hogy már mindegyik megvan. A lakók részéről is nagyon sok fontos input volt. Úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, hogy össze tudtuk hozni. Annak is nagyon örülök, hogy ebben egy kifejezetten kiterjedt lakossági egyeztetés volt. Szerintem vagy 50 fő eljött utcafórumra beszélgetni erről, és jó javaslatok hangzottak el. Kivittem több mint 100 embernek levelet, amiben szavazhattak arról, hogy hogy legyen ez. Majd pedig a utcafórum és az első kör szavazás alapján még egy levelet kivittem, amiben az egyirányosításról szavaztak. Azt szavazták meg az emberek, hogy ne legyen egyirányosítva a Rézvirág utca. Szerencsére olyan megnyugtató többségben, hogy többen szavaztak arra, hogy ne legyen, mint összesen arra, hogy egyik vagy másik irányba. Úgyhogy itt nem merül fel az, hogy csak valami relatív többség döntött a többiek helyett. Nagyon örülök ennek az egésznek, és hát hamarosan kész is lesz, úgyhogy jó, amikor ilyen közvetlenül látszik az ember munkájának az eredménye. Elmondható, hogy egyre gyakrabban vonják be a lakosságot a közös projektekbe? Nekem ez abszolút célom, ez szerintem ehhez hasonló mértékben eddig nekem saját körzetem ügyében a játszótér kapcsán sikerült az ifjúsági parkban, ahol százas nagyságrendben válaszoltak emberek a kérdőívemre, hogyan újítsuk fel a játszóteret a parkban. De egyébként más témákban is, tehát például nemrég készült el Budaörs fenntartható mobilitási terve, és ez egy kifejezetten kiterjedt lakossági egyeztetés után készült el. Min dolgoznak most, milyen említésre méltó beruházások lesznek a közeljövőben? Most még ami látványos, ez a járda meghosszabbítása a Szabadságúton. Itt ugye a város végéről van szó, így talán mondhatjuk azt, hogy érthető, hogy ilyen lassan került sorra, de most már kész van ez a projekt is, és nagyon örülök neki. Egyébként több kisebb projekt van, amiben még a pénzt át kell mozgatni, hogy lehessen megcsinálni, de három apró dologról van szó. A Baross utca, ahogy megy a törökugrató felé, itt annak van egy olyan szakasza a Decathlon után, ahol ez egy igazából egy széles és jó állapotban levő út, és nem is szabadna ott annyira gyorsan menni, viszont az emberek azok nagyon gyakran nem elsősorban a táblákra hallgatnak, hanem azt, hogy milyen állapotban van az út, hogy lehet azon menni. Úgyhogy itt szeretnénk valahogy ilyen finomabb módszerekkel, most nem fekvőrendőrrel arra szorítani az embereket, hogy lassabban közlekedjenek. Ugye itt a helyi busz is jár, úgyhogy kellemetlen lenne oda fekvőrendőrt rakni. Az út későbbi szakaszán, ott a játszótérnél, ami a Rézvirág utca végén van, ott ugye már van sebességmérő is, van fekvőrendőr is, és lesz még egyébként, és egy gyalogos átkelő is ez pont ennek a Rézvirág utcai projektnek a kapcsán. Illetve a Rezeda utcában is nagyon remélem, hogy össze tudjuk hozni, ott régóta kéri több lakó, nagyon lelkesen, és sokat segítettek nekem abban, hogy meglegyen a környéken levők véleménye is össze legyen gyűjtve, úgyhogy ezt innen is köszönöm nekik. Itt is remélhetőleg össze fog tudni jönni itt fekvőrendőrben gondolkodunk, illetve három apró dolog a Séta utca, Szilva utca környékén, ez közvetlenül a Szabadságút mellett van, egy ilyen nagyon furcsa kereszteződés, ilyen három egymástól furán függetlenül egymásba érő utca találkozik itt. Itt egyrészt nagyon nehezen belátható a kanyar, sokszor ráadásul forgalomban szemben jönnek autók, tehát hogy ott van olyan, ahol nem szabadna menniük, és ráadásul a gyalogosoknak több részen nincs is hivatalos sem átkelőjük, sem pedig járdájuk. Tehát ők is rá vannak kényszerítve az útra, amint meg gyakran, mint mondtam, szabálytalanul közlekednek emberek. Úgyhogy itt tükröt szeretnénk helyezni, figyelemfelkeltő festést az útra, hogy hova kell figyelni, és egyébként ez egy nagyon kedvelt kutyasétáltató hely is, úgyhogy de ebben nem vagyok biztos, de azt hiszem már ki is került a kutyaürülék gyűjtő, úgyhogy ennek is nagyon örülök.
Arról már esett szó, hogy a tervezési fázisba bevonják a lakosokat. Viszont miután elkészül egy olykor életminőséget növelő fejlesztés a körzetében, ezt mennyire látják az emberek? Szokott pozitív visszajelzéseket kapni a lakosságtól, vagy inkább az emberek arra fókuszálnak, ami még esetlegesen nincs rendben? Hálásak alapvetően az emberek. Szerintem azért Budaörsön alapvetően az egy nagyon nagy szerencséje minden budaörsinek szerintem, hogy az országos átlaghoz képest sokkal kevésbé frusztráltak az emberek. Szerintem, és lehet, hogy van, aki ezzel vitatkozik, de hogy Budaörsön például biztonságban lehet átkelni egy zebrán. Ha meglátják az emberek, hogy arra nézek, akkor lelassítanak, és aztán megállnak még a Szabadságút nagy részén is. Úgyhogy alapvetően nem arról van szó, hogy ha elkészül egy ilyen beruházás, akkor rögtön kapom a támadásokat, hogy miért rossz és miért nem úgy, és stb. Ilyen is van, tehát arról is kaptam jelzést, de egyébként nem támadó jelleggel, hogy ahogy elkészült a járda, rögtön ráparkoltak a Részvirág utcán. Ezt jeleztem is, hogy ez természetesen tilos, építettünk más helyre parkolót a játszótér mellé, és ha úgy alakul, ha azt látjuk szükségesnek, akkor egyes részeken ilyen oszlopokkal, pollerekkel is védeni fogjuk azt az új járdát, meg természetesen sajnos bírságokkal is, tehát hogy ezt muszáj megtenni. De a lényeg az, hogy én egyébként úgy érzékelem, hogy állásak az emberek, és különösen akkor, amikor kicsit ez ugye az ő munkájuk is mindig. Az én körzetem, mivel egy alapvetően infrastruktúrálisan nagyon jó állapotban levő hely, ezért szinte csak olyan dolgok történtek, ami nem valami nagyvárosházi terv volt arra, hogy most aztán az egész valamit rekonstruáljuk, hanem jelezték a lakók, együtt kitaláltuk, és aztán megcsináltuk, és ezek jó sikertörténetek.